Az elmúlt két évben a pandémiával küzdött a világ, és persze a könyvtárosok is, bár a bezárás csak az olvasókat érintette. A háttérben, zárt ajtók mögött komoly szakmai munka folyt. A könyvbarátok megrendelték az olvasnivalót, majd átvették az ajtóban, másoknak házhoz szállították az irodalmat. A könyvtár stúdiójában készült felvételek aztán a virtuális térbe juttatták el a szerzőkkel, írókkal, költőkkel készült beszélgetéseket, könyvajánlatokat. Mindig vannak olyan feladatok egy intézményben, és nem csak könyvtárban, hanem máshol is, amelyeket nyugalomban, csendben kell elvégezni, és a mindennapi pörgésben, az olvasók kiszolgálása mellett ezekre nagyon nehezen lehet időt szakítani. Tehát a COVID-nak, ha lehet azt mondani, ennyi előnye volt, hogy a távmunkában és olvasók nélkül dolgozó könyvtárosok rengeteg pontosítást elvégeztek, adatbázisokat töltöttek fel, csináltak, digitalizáltak, tehát nagyon-nagyon sok olyan feladatot elláttak, ami végső soron az olvasók érdekét fogja szolgálni a jövőben is. A megyében egyedülálló módon fejlődött a pandémia alatt több könyvtári szolgáltatás is a Móri Zsigmond könyvtárban. Egyébként is megvalósultak volna ezek a fejlesztések, a bezárás csupán felgyorsította a folyamatot. Elindult a YouTube csatornánk, ami egy kuriózum szerintem a könyvtárak körében. Elkészült a hangos könyvterminálunk, a mi könyvtáromban található hangos könyveket meghallgathatják az itteni olvasóink, és az, hogy végre mobiltelefonon is olvasójegyet tudunk adni az olvasóinknak, ez egy hatalmas előrelépés volt. A Magyar Könyvtárosok Egyesületének különböző területi és szakterületi szervei is vannak, mint például a megyei csoportok vagy a gyerekkönyvtárosok. 1935-ben alakult az Országos Egyesület, a megyei pedig idén áprilisban ünnepli 50. születésnapját. A szakmai és baráti közösség zárt, illetve nyilvános eseményeket is szervez majd a tavasz folyamán.